oldalára borulvált meg a terepjáró, miután hatalmas erővel rántotta magával az éppen füvet nyíró kégyi férfit még 2019. októberében. A sofőr a megengedett 50 helyet nagyjából 85 km/h hajtott a faluban. Vélhetően a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt kisodródott az útról, neki ütközött az úton, az úttest mellett füvetnyíró személynek, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Vezető Száron és Bilincsben kísérték be a fegyőrök az azóta letartóztatásban levő tolnai férfi csütörtökön a tárgyalóterembe. Stábunk csak néhány percet tartózkodhatott a teremben, még az ügyész vádismertetését sem várhattuk meg. A bíró a járványügyi helyzetre hivatkozva tiltotta meg a hosszabb forgatást. A 35 éves férfi a bódult és ittas állapotban elkövetett halálos gázolást most beismerte. Több más bűncselekménnyel is vádolják viszont, amik esetében ragaszkodott a további tárgyalásokhoz. A vádban az ügyészség a férfit ittas, illetve bódult állapotban elkövetett, halált okozó ittas és bódult járművezetés büntettével vádolta, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével, csalás vétségével és kábítószer birtoklásának vétségével is. A férfi ezen bűncselekmények miatt, valamint mivel ittassan, sőt kábítószer fogyasztás után a megengedett sebességet jelentősen túllépve okozott halálos közúti balesetet, szinte biztosan több év letöltendő börtönt kap majd.